Hát ez a vásárlás elég spontán jött, és ezt a videót nem így terveztem, de nem baj, akkor csináljuk így. Sziasztok, itt egy Adél, és ebben a videóban olyan LPS-eket fogok kibontani és rendelni, fordítva, amiket magyar oldalakról rendeltem. Szóval olyan oldalakról, mint a Jófogás, a Vatera, vagy az lpsbolt.hu, ahonnan most is rendeltem. Viszont a megrendelt LPS-ek sem véletlenszerűek, ugyanis van egy listám, hogy videókhoz milyen figurákra van szükségem mindenképp. Viszont ezt inkább nem akarom elmondani, mert attól félek, hogy akkor meg elkezdetek benyúlni előre mindenféle oldalakról. Ismerlek titeket ám. Ezekről, az LPS-ekről pedig azt kell tudni, hogy 5-en vannak, és mind az 5 használt. De remélem, hogy csak pár folt vagy kopottság legalább illenek a többiekhez. De ezt csak egyféleképpen tudjuk megnézni, ha kibontjuk. Oké, akkor az első emberünk az... igazából ez pont nem egy olyan LPS, amit muszáj volt megrendeljek, hanem csak így megláttam is. És én beleszerettem, hát nézzétek már rá, olyan cuki! De hála Istennek nagyon szép állapotban van, szóval nagyon remélem, hogy a másik négy is így fog kinézni. A következő pedig ő! Ő már rajta volt a listán, és nagyon örülök, hogy ő is nagyon szépen néz ki. Ő is eredeti, nincsen rajta sem. És ő fogja játszani Diego anyját. Szóval üdv a csapatba, Titus! A következő pedig... wow, szerencsére ezen sincsen semmi kopottság, sőt, szinte tiszta újnak néz ki. Erre is már szükségem volt, ugyanis Róka LPS-emből is csak egy van, és szerintem ez egy nagyon szépen kinéző figura, szóval örülök, hogy a gyűjteményembe jöhet. A következő pedig... na, ez is egy szépen letisztult, gyönyörű darab, és őszintén ő sem volt rajta a listán, csak annyira jól néz ki ez az LPS, és hogy én mindenképpen szeretném használni, vagy csak így a magaménak mondani, na. Szerintem nagyon különleges kinézete van, szóval örülök, hogy ő is csatlakozott hozzánk. Az utolsó pedig nem más, mint... ő! Na jó, ez az LPS volt az oka annak, hogy vásároltam most az oldalról, mert ahogy megláttam, így rögtön rácsaptam, mert egyszer már megtörtént, hogy egy oldalon láttam, csak elkapkodták előlem, szóval most nem hagytam. Ez most már az enyém. Ez az! Nem tudom, hogy van olyan, aki a kezdetek óta követ, de a legelső profilképemen is ez a figura szerepelt, de úgyhogy nem is volt meg akkor. De eszméletlenül gyönyörűen néz ki, nagyon örülök, hogy semmilyen folt nincs rajta, amúgy csak ez... de ez nem számít. És őt sem véletlenül vettem meg, nem csak azért, mert az álom LPS-em, hanem mert ő lesz majd Diego gyerekkori szerelme. Hát igen, Ashley félhet. Szóval ezek lennének a szerzeményeim az lpsbolt.hu-ról. Mindegyik nagyon gyönyörűen néz ki ahhoz képest, hogy használtak, de tényleg, újabbnak néznek ki, mint az újak. Én pedig majd később jelentkezem a következő oldalról megrendelt csoporttal. Hát visszatértem, vagyis nálatok el sem mentem, de a legutóbbi felvétel óta eltelt egy 2 hónap. És a mai szerzeményünk Jófogásról érkezett. Ugye Jófogásról magánszemélyektől tudtok rendelni használtan picurkákat. Meg úgy mindenfélét, de most minket a picurkák érdekelnek. Nem szeretném elmondani annak a nevét, akitől rendeltem, de innen is nagyon-nagyon köszönöm neki, hogyha felismeri a picurkákat. És ha valaha látja a videót, bár nem hinném. Szóval nem is húzom fel az időt, nézzük, mik érkeztek. Na akkor lássuk. Na az első figura az nem más, mint ez. Valamelyik videómban mondtam, hogy ez az egyik álom LPS-em, de csak azért, mert valamikor régen ez még nem megvolt nekem, és ez volt kicsiként a kedvenc figurám, viszont elhagytam. Szóval gondoltam, visszaszerzem! Yay! Viszont nagyon nehéz kamerán átadni, hogy hogy is néz ki pontosan, viszont nagyon fura amúgy, olyan hamisnak hat, de nem tudom eldönteni, hogy ez most hamis, vagy csak régi és meg van viselve. Amúgy a lábán is alig áll meg, de úgy emlékszem, hogy ez nem ilyen volt, meg olyan fura a tapintása ott lent a talpán. Meg itt közben látszik, hogy itt kijön egy kicsit a feje alatt is. Szóval nem igazán tudom eldönteni, hogy ez most egy kicsit régi és megviselt figura, vagy hamis, de végül is annyira nem vészes, szóval elfogadom. A következő az ez. Na ez viszont már tuti, hogy hamis. De szerencsére ez sem vészesen, szóval nincsen bajom vele, csak így látom élőben, ti nem látjátok kamerán keresztül, csak én látom élőben, hogy az alja az nagyon kemény egy picurkához képest, szóval nem abból az anyagból készül, mint a legtöbb, meg kicsit még fényes is, pedig nem kéne annak lennie. Szóval ez is egy utángyártott, de mielőtt még kiakadtok, hogy miért baj, ha hamis? Ráadásul honnan tudom, ha hamis? Ugye ennek, mivel nekem régebbről van egy csomó eredeti figurám, így tudom, hogy milyen egy eredeti, szóval könnyen fel tudom ismerni, ha egy figura nem eredeti. És ez nem az, de viszont használható. Szóval bajom az nincs bele, örülök neki, és jól is néz ki, csak tudom róla, hogy nem eredeti.
de használható. Akkor kövi. A következő az ez. Igazából erre nem volt égető szükségem, csak ránéztem és aranyos volt, és gondoltam beszerzem. Viszont látszik rajta, hogy kicsit kopott, szegény, meg koszos, és a fején érzem, hogy ez se eredeti. Szóval ide rakom mellé ezt a bigült, és megvizsgálva mindkettőt, onnan tudom megmondani, hogy ez nem egy eredeti. Csak kamerán keresztül azt ti nem látjátok és nem értitek. Meg kicsit be van akadva a nyaka, szóval mindig csak így felnéz, néz szegény. Meg be is lehet nyomni, igen. Picit be tudom nyomni, de ennek viszont nem lehet. Vagy de? Ha, lehet. De akkor is az anyaga ennek más. Viszont lehet nem kellett volna megnyomni, mert most egy kicsit ott maradt. Oh. Mondjuk nem látjátok, de volt egy kis tutor, hoppá. Szóval igen, sajnos ez sem eredeti. És akkor a negyedik, az nem más, mint ez. Na, a másik hosszú szőrű macskához hasonlóan ezen se látszik, hogy kamu, és lehet, hogy nem is az, bár ennek is a aljánál érzem, hogy kicsit más az anyag a fejéhez képest. Meg ennek is végigfut egy fura csík az egész testén itt alul. Szóval nagyon nagy a valószínűsége, hogy ez sem eredeti, de mint mondtam, ezzel nincsen baj, mert látjátok, hogy nagyon jól néz ki kamerán keresztül, és csak én érzem rajta, hogy ez egy nem eredeti figura, de mint mondtam, ezzel nincs semmi baj. Szóval ők lennének a szerzeményeim jó fogásról. Most itt úgy kamerán keresztül alig látszódik, hogy baj van vele, csak én látom, hogy be van nyomódva konkrétan itt a feje. Nem tudom, hogy mutassam nektek, hogy ti is lássátok, hogy ott be van nyomódva. Szóval benyomom pajtét is, és nem marad úgy, ez visszamegy a helyére rendesen. Ez a figura se néz ki a legjobban, szóval lehet, hogy egy másik oldalról megpróbálom még egyszer beszerezni őt, hogy lássam a különbséget, mert biztos vagyok benne, hogy ez nem egy eredeti. De mindegy, túltárgyaltuk. Ezek mennek a dobozba, mi pedig találkozunk pár perc múlva. Hello, újra eltelt pár hónap, és most újra rendeltem LPS-eket ezúttal Vateráról. Már egy jó ideje kutakodtam már LPS oroszlánok után, és végre találtam! Igazából két helyen is, a Jófogáson is találtam, és már beszéltem ott is az eladóval, de azt mondta, hogy csak augusztustól tudja elküldeni, szóval tőle is várok egyet, illetve most Vateráról megérkeztek azok, amiket onnan rendeltem. És ez volt eddig a leggyorsabb csomag, amit valaha kaptam, mert tegnap rendeltem meg ezeket a figurákat, és ma már meg is kaptam őket. A Vatera is olyan, mint a Jófogás, szóval magánszemélyektől rendeltem használt figurákat, és nagyon-nagyon cukik voltak az eladók. Gyorsan reagáltak, gyorsan fel is adták, és még egy kicsi kedvezményt is kaptam, szóval nagyon köszönöm. Bár vicces, hogy ezeket a figurákat egy ilyen Minecraft legós dobozba kaptam meg. Na, bontsuk is ki őket. Az első ez a kis tündérke, amit igazából csak mellékesen rendeltem, mert szerintem nagyon aranyosan is szépen néz ki. Meg hát mindig jó, jön egy új tündi-bündi. Wow, ez az oroszlánhoz egy kis hozzátartozékot is kaptam, de nekem elsősorban ez a figura kellett. Itt hátul a fejénél kicsit kopott, de ettől függetlenül nagyon szép állapotban van is. Gyönyörű. És fun fact, ő lesz Diego apja. A Google képeknél néztem ki magamnak ezt a fajta oroszlánt, szóval nagyon örülök, hogy be tudtam szerezni. Ez lenne a második oroszlán, akit igazából csak így B-verzióként vettem Diego bátyjának, de azt végül Jófogásról fogom megrendelni egy másik eladótól. Viszont, amit tudnatok kell az LPS figurákról, hogy ilyet nem tudnak. Szóval ez sajnos egy után gyártott, de attól függetlenül nagyon szépen néz ki, és hogyha nem vizélem be a fejét, akkor egy nagyon jól néz ki, és nem is látszik rajta, hogy kamu, szóval, ja, itt a családban. És a csak mellékesen vettem meg, és egy kellemes meglepetés volt, hogy még elérhető volt. Már azt hittem, hogy rég benyúlták, de nagyon örülök, hogy le tudtam rácsapni, mert egy nagyon szép figura. És ezek lennének a Vaterás szerzeményeim. Minden négy nagyon szép állapotban van, és ezen kívül mindegyik eredeti. És most nyomás a dobozba! És jöjjön a következő csomag! Ami nekem pár hét, de nektek nem. Nézzük! Hello, visszatértem! És a következő csomagunk megint Jófogásról jött. Na nézzük! Az első áldozatunk ő. Már nagyon örültem, hogy végre találtam egy oroszlán figurát. Ráadásul pont azt, amit kinéztem a Google képeken. És, mint előzőleg mondtam, ő lesz Diego bátyja. Akkor hozom a familiát. És íme Diego családja. Anyuci, apuci, kölykök. Majd találkozhattok velük a Fairies második évadának 6. részében. Jó? És gyönyörű állapotban van. Semmi kosz nincs rajta, semmi folt. Gyönyörű. És eredeti is. A következő az ő. Gondoltam, ha már ő is választható, akkor megrendelem még egyszer, hogy lássam, hogy mi volt a baj a másikkal. A másik az ugye ez. Ahogy látjátok, ő egy fokkal jobban néz ki, még ő... Hát ja, hát akkor úgy tűnik, neki csak annyi a baja, hogy valószínűleg ráültek. De
akkor legalább van egy jobb verzió ebből a figurából. A következő pedig ő. Rá se volt olyan égető nagy szükségem, hanem egyszerűen csak ránéztem, és nagyon tetszett a mintázata meg, hogy ilyen kis művészi kinézetű. Szóval úgy döntöttem, hogy gyere is légy az enyém. Szóval megvettem. És ezek lennének a jó fogásos szerzeményeim. Mindhárman gyönyörű állapotban. Most pedig jöjjön a videó utolsó csomagja az lpsshop.hu-ról. Nézzük! Ami kicsit rosszul érkezett, szóval ez a csomag most megjárta velem Aquaworldot, de ja, megvan. Ó, a zöld háttér pedig egy másik videóhoz van, csak most ez volt elő, szóval nem akartam elpakolni. Az lpsshop.hu ugye olyan, mint az lpsbolt.hu, csak lps-eket lehet venni azon a weboldalon, és tök jó rendezett weboldal, és kíváncsi vagyok, hogy milyen figurák érkeztek onnan. Nézzük! Az első figuránk az erre a kis csibére sem volt olyan égető szükségem, csak annyira kis édibédi volt, és ugye ő Sofiji TV-nek a karaktere, és szerintem nagyon-nagyon cuki darab. A következő pedig... Ő sem tud megállni a lábán. Igen, ezt a nyuszit megrendeltem még egyszer, hiszen mondtam, hogy az előző az nekem gyanús volt, hogy nem olyan, amire emlékeztem, és ez már kicsit jobban hasonlít arra a figurára, ami nekem megvolt, csak az, hát igen. Szóval ez a másik figura jó fogásról. Oké, megvizsgáltam mind a kettőt annyira alaposan, amennyire csak tudtam, és... fogalmam sincs, hogy melyik hamis és melyik igazi. Úgy értem, mindkettőn vannak ilyen kisebb különbségek, mint például neki a nyaka alatt ilyen fura a cucc, neki pedig annyira nem. És talán kamerán keresztül is látjátok, hogy neki a festése az egy kicsit durvább és szétesettebb, meg kicsit beljebb is vannak a vágásai a szeménél, neki pedig visszafogottabb, szóval kicsit tisztábban néz ki. Viszont azt, hogy melyikük eredeti, vagy hogy mindkettő hamise, vagy hogy mindkettő rendeti-e, azt nem igazán tudom eldönteni, ezért segítségül hívtam ezt a figurát. Erről a figuráról azt kell tudni, hogy ezt még gyerekként kaptam, és akkor kaptam egy barátnőmtől, még általános iskolában, amikor elveszítettem ezt a fajta figurámat, és innen is nagyon köszönöm neki, bár nem hiszem, hogy nézni a videót. Szóval neki is hasonló felépítése van, mint nekik, és őt nézve próbáltam valamennyire összehasonlítani őket, de még így sem nagyon jutottam semmire. Igazából így néha ránézek, és úgy gondolom, hogy ez nem eredeti. Aztán később ránézek, és úgy érzem, hogy mégis az. Szóval egyáltalán nem tudom. Fogalmam sincs. Én ezt így nem tudom eldönteni. De mivel ők egy alapból nagyon régi LPS-ek, így lehet, hogy ezért érzem kicsit furának az anyagukat és a felépítésüket, aztán meg ezért érzem azt, hogy kamuk lennének, közben csak régi fajtájúak. Na jó, mindegy, túltárgyaltuk, szerintem tényleg annyira nem is érdekel. De összefoglalva, igazából mindkettő nagyon-nagyon cukis. Nagyon örülök, hogy vissza tudtam szerezni ezt a régi kedvencet, duplán. És lehet az egyiket majd elcserélem veletek valamelyik találkozón. A következő pedig... Igen, ezt a figurát már láthattátok a régebbi videóimban, pontosabban az EPS kannibálban. Csak... ugye... eltűnt. Szóval visszaszereztem. És igen, ez egy spoiler. Ez viszont eredeti figurának tűnik, szóval nincs vele semmi bajom. A következő pedig... Már egy ideje szemmel tartottam az lpsshop.hu-t, és többször szembe jött velem ez a macska, és nagyon tetszett nekem a színe, meg ahogy kinéz, és mindenképpen akartam szerezni. Neki se lesz olyan hűden nagy szerepe, csak egyszerűen nagyon szépen néz ki, és szerettem volna beszerezni. Ő is igazinak tűnik, szóval neki is örülök. A következő pedig... ez. Na, nosztalgiába gondoltam, rendelek egy ilyet, amit én magam bontok ki a gyári csomagolásból. Ilyet már sajnos a boltokban nem találtok, már csak interneten. Ez az én gyerekkoromban volt mindenhol. És egy újabb hosszú szőrű cicát rendeltem, hogy leellenőrizzem, hogy a jófogásról rendelt hosszú szőrű cicáim azok igaziak-e. És hát, hogyan ellenőrizném ne, hogyha nem egy valódi LPS-ről, amit magából a gyári dobozából bontok ki. Úristen, de rég bontottam már ki ilyet. Micsoda nosztalgia. Papam! Kiszabadítottam. Boldog kibontási napot. Nincs szívem kidobni a papírját. De kifogom. Szóval ő lenne a következő gyönyörűséges szerzemény, ami hát igazi, mert most bontottam ki. És itt a másik két hosszú szőrű macska, amiket még jófogásra rendeltem. És a szürke hasonlít jobban neki az alapjára. Viszont úgy tűnik, ezekkel kapcsolatban is tévedtem. Vannak köztük gyártási különbségek, viszont szerintem ezek direkt vannak így, hogy más fazonúak. De igazából már a jófogásos felvétel után gondoltam már, hogy ez a kettő lehet rosszul gondoltam, és mégis eredetiek, de most már biztos vagyok benne, hogy valószínűleg tényleg rosszul gondoltam. Ne bízzatok bennem, gyerekek, soha többé. De ettől független mind a három gyönyörű darab, és nagyon örülök, hogy végre be tudtam szerezni ilyeneket is, mert tényleg nagyon szépek. És a lista itt nem ér véget, ugyanis kaptam még
Egy ilyet. Ráadásul díszes csomagolásban. Oké, most biztosan kérdezitek, hogy ez most hogy történt. Ugye egy évvel ezelőtt, amikor valamelyik videómban pont említettem, hogy kéne nekem egy ilyen figura, akkor láttam az epshop.hu oldalán ezt a macskát, és mire megvettem volna, addigra elkapották előlem. Szóval ráírtam privátban az oldalnak az üzemeltetőire, hogy ha esetleg megint jönne egy adag ebből a macska fajtából, akkor mindenképp szóljanak nekem, mert szeretnék belőle beszerezni. És azóta eltelt egy év, nem kaptam tőlük semmit, és azt hittem, hogy megfeledkeztek róla. De nem felejtették el, én pedig azt felejtettem el, hogy szóljak nekik, hogy már beszereztem, és elküldték nekem. És most egyszerre vagyok nagyon boldog, és meg vagyok hatódva, viszont kínosan is érzem magam, és nagyon szégyellem magam, hogy egy idióta vagyok. Igazából ennek a félrejtésnek az az oka, hogy amikor LPS boltból rendeltem, akkor azt hittem, hogy ők ugyanazok, mint az lpsshop.hu. Pedig nem, és erre a napokban jöttem rá, amikor rendeltem az lpsshop.hu-ról, hogy nem ugyanaz az e-mail cím, meg minden. De valamiért akkor azt hittem, hogy ugyanazok üzemeltetik mind a két oldalt. Nem tudom, miért hittem ezt, de hát igen, akkor nektek is mondom, hogy az lpsbolt.hu és az lpsshop.hu az két különböző weboldal és két különböző tulajokkal. Szóval nem tudom elmondani, hogy mennyire köszönöm, hogy mennyire hálás vagyok az oldal üzemeltetőinek, és hogy eszméletlenül sajnálom. Szóval Charlotte-nak lett egy ikertestvére. Szabadítsunk is ki díszes börtönödből. Ő is egy gyönyörű, szépséges darab. És szakasztozomása az LPS boltosnak. Még nem tudom, hogy mi lesz ennek a kettőnek a sorsa, hogy melyiket ajándékozom el, vagy cserélem el. Hát biztosan nem ezt, mert ez volt az ajándék. De hogy a másikat az továbbadom el, vagy megtartom, azt még nem tudom. Vagy hogy végül melyik játssz el Charlotte szerepét. Erre még arszok egy párat. Mert este 10 van. Szóval ők lettek volna a szerzeményeim az lpsshop.hu-ról. Mindannyian gyönyörűen néznek ki, és nagyon szép állapotban vannak, és szerintem mind eredetiek is, talán még a rózsaszín nyuszi is, bár abban nem vagyok biztos, de hát ki tudja, nem érdekel most már. Cuki és kész, és kicsi Adél boldog. És most jöjjenek a végső gondolatok. Mint gondolom már tudjátok, régi fajta LPS-eket már egyáltalán nem lehet találni a boltokban, hanem csak internetről lehet beszerezni őket. Elsősorban az lpsbolt.hu-t és az lpsshop.hu-t ajánlom, ahol könnyen tudtok figurák után kutatni, és gyakran frissítik is a választékot. Illetve gyorsan fel is adják a rendelést. De mindenképp érdemes ránézni Jófogásra és Vaterára is, hiszen ott is vannak megbújva ritkaságok. És talán használtak, de mint láthattátok, a legtöbb nagyon szép állapotban van. Illetve ott van még az Emag, az Alza és a Játékbirodalom is, ahol főleg újfajta figurákat találtok. Biztosan van még rengeteg magyar webshop, ahonnan lehet még rendelni, szóval ha ismertek olyat, amit nem említettem a videóban, akkor azt írjátok meg kommentben. És persze a külföldi oldalakról is fogok készíteni egy videót, mint az AliExpress, eBay, Amazon és társai, de azt majd később. És mindenképp nézzétek meg a Wish-ről készült videómat is, ha még nem láttátok, mert hasznos infókat mondok el benne az interneten vásárlás és a csere veszélyeiről. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, és a szülők is most imádnak engem, hogy a gyerekek most ezzel fogják nyugodni őket. Szóval én most szép csendben elköszönök, és találkozunk egy másik videóban. Addig is, sziasztok!